Szeretném ezúton is mindenkinek megköszönni, aki az Advent időszakban valamilyen adományt biztosított. Sikerre zárta az Alba Bástya karácsony előtti városi adománygyűjtését, melyet hét szervezettel közösen szerveztek az adventben. A fehérváriak ismét bizonyítottak, rengeteg felajánlás érkezett, melyeknek köszönhetően több száz családot tudtak segíteni még az ünnepek előtt. A gyűjtő akciót most meghosszabbították. Elérkezett a január, és azt látjuk és védjük, hogy most fognak majd a decemberi és talán még a novemberi számlák is megérkezni, és sok, -sok család számára nehézséget okozhat. Ezért azt kérjük a szervezetekkel közösen, hogy folytassuk ezt az adománygyűjtő akciót március végéig. A város három hárompontján lévő adományautomata az segítette, támogatta munkánkat. Az adományokat az Alba Báscsa központi telephelyén várják annak nyitva tartási idejében, ugyanakkor továbbra is üzemelnek az adományautomaták is a városban, melyek jól beváltak az adventi gyűjtés során, hiszen ezekbe 0-24 óráig elhelyezheti bárki a hét mindennapján adományait. A tervek szerint ezek közül egy, az uszoda elé kihelyezett automata évközben is marad majd a városban. A márciusig meghosszabbított gyűjtőakció során elsősorban tartós élelmiszereket várnak a szervezetek. Most már kialakult egy olyan forgó készletünk, amivel tudunk dolgozni, tehát én nem fogalmaznék meg semmi olyan kritériumot, hogy mi cukrot igen, vagy olajat esetleg ne. Bármi tartós élelmiszer, amit hoznak, felajánlanak, azzal a kollégáim ki tudják egészíteni azokat a csomagokat, amiket minden nap elkészítenek. Így azt gondolom, hogy ilyen megkötés nem kell, hogy tegyünk. A gyűjtés kapcsán Mészáros Attila is tisztülhennék hozzátette a ruhaadományok le adására a kríziskezelő központ Sörház tér 7 szám alatti telephelyén van lehetőség